Terézvárosi magazin műsorunkat látják, tisztelettel köszöntöm Önöket. Elsőként önkormányzati perceinket láthatják, majd vendégem lesz Magyar Mihály, a Terézvárosi vagyonkezelő non-profit ZRT vezérigazgatója. Majd láthatnak egy bejátszást, egy összefoglalót az első Terézvárosi egészségnapról. Ezután kínálunk Önöknek programajánlót, majd Nagy körút című adásunk jelentkezik. Első vendégem Apáti Miklós kollega úr, újságíró, színikritikus lesz. A témánk egy premier, egy színházi bemutató, K&K, Karádi Katalin katonái. Ezután kínálunk Önöknek egy olyan összefoglalót, amiről már beszéltünk két héttel ezelőtt itt a stúdióban, a Tália tanoda, Szini tanoda vendég, illetve segítségével valahol Európában. Ennek a második előadásán készítettünk egy összefoglalót, és nagy örömömmel szolgál, hogy harmadikként meg tudjuk ismételni azt a beszélgetést, amit Neumark Zoltán zongora művésszel készítettem, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt ismét kérték, mert ez jót tesz a lelkemnek. És természetesen az adás után is megismételjük Terézváros elmúlt hetének legfontosabb eseményeiről készült összefoglalót. Remélem velünk tartanak. Magyar Mihály vezérigazgató úr, tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok! Változások lesznek a mobil parkolásban, ez lesz a beszélgetésünk témája. Érdekes lehet, mert nagyon keveset tudunk róla. Én szinte nem is hallottam. Mik azok a legfontosabbak, amit meg kell osztanunk a televízió nézőkkel? Így van, gyakorlatilag a változások azok holnapi naptól kezdődnek már elsőjével. Július elsőjével. Mert van. Hogy ma hétfő van. Így van. Mert ugye az adásunkat ismétlik csak tehát azért, július 1-től az ismétléskor ez már hatályban lesz bőven. Ekkor indul ugyanis az egységes mobilparkolási rendszer az országban, amely minden mobil parkolási tevékenységet ettől kezdve magában foglal majd a kormányzat szándéka szerint. Erre létrejött a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT. Ennek a keretén belül lesz a mobil parkolás, autópálya matrica vásárlás és minden egyéb olyan mobilvásárlási tevékenység a törvény szerint, amelyeket mobiltelefonunkon keresztül. És ami az autózással kapcsolatos, azért ez fontos? Gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy a legfontosabbak azok ettől kezdve ide fognak tartozni. Na most, aki eddig mobil parkolást indított, az automatákon minden kerületben különböző zónák találhatóak. Igen. A Terézváros területén összesen 6 különböző zóna található. 6 különböző tarifával? Nem egészen. Ebből 3 egyforma 440-es tarifával rendelkezik, ez a belső zóna körút Bajcsi, ebből 2 a fővárosé, tehát a Bajcsi és az Andrássy út, Terész körút az a főváros tulajdonában van, azt is mi üzemeltetjük, és ezen kívül a belső háromszög. Az külső Terézvárosban pedig még további 3 zóna található, amiből 2 azonos díjtételű, csak különböző 245-ös, vagy? 265-ös, és 175-ös a legkülső zóna. Ezek a zónakódok nem változnak. Tehát ami a legfontosabb, hogy... Ami ki van írva az automatára, az marad. Ez a 4-ügyű szám, ez nem változik. Ami a jelenlegi törvényi keretek között megváltozik, az az előhívó szám. Tehát mostantól kezdve, és erről az automatákon minden tájékoztató megtalálható lesz majd, ez 763-ra változik. Tehát eddig egy más behívószámon lehetett indítani a mobil parkolást. Tehát akkor ajánljuk a nézők figyelmébe, tehát ezt megpróbáljuk megmutatni. Gyakorlatilag ezen látható a nagy 4-egyű zónakód, ez alatt pedig további utasítások arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet mobil parkolást indítani. Kell hozzá wifi, vezérigazgató úr? Vagy nem. Elég egy GPS a telefonban? Az sem kell, mert SMS-ben
megy, illetve hát mostantól lesz egy egységes mobil applikációk, okostelefonokra, ez majd ezzel a szintén itt megtalálható QR kódnak a segítségével lesz letölthető. Kollégám mutatja, de azért én ezt elmondanám, hogy www.nemzetimobilfizetés.hu. Itt kaphatnak bővebb tájékoztatást. Mert ezek érdekes változtatások. Már csak azért is, mert én ilyen rendszerrel parkolok, telefonnal, és van olyan zóna, ahol a GPS alkalmazás nélkül nem tudok parkolni. Vagy eddig nem tudtam. Akkor ez egy kedvező változás? Gyakorlatilag, tehát ahol az autós megáll és nem tudja, hogy milyen zónában van, ott a legközelebb lévő automatát kell megkeresni ahhoz, hogy ezt a 4-1 kódot megtalálja. És akkor kapunk segítséget, és el tudjuk olvasni. Igen. Most szintén nagyon fontos, amiről ugye itt a műsor előtt beszélgettünk, hogy terézvárosi lakosokat, akik matricával rendelkeznek, nem nyilván érinti terézváros területén nem érinti ez a változás. Mert azonban, hogy nem mobillal parkolnak, hanem lakossági várakozási engedéllyel rendelkeznek, de hát ez ugye nyilván csak Terézvárosban érvényes, tehát mostantól kezdve a törvénnyel 70 üzemeltető került összesen bevonásra, tehát mostantól kezdve ott is lesz mobil parkolási lehetőség, ahol eddig nem volt, nem mert volt. Mostantól kezdve ez kötelező. Tehát akkor fogalmazhatunk úgy, hogy ez egy ilyen kibővített rendszer? Tulajdonképpen mindenképpen egységes. Mm-hmm. Azt gondolom, hogy egyszerűbb azért lehet, mert egy szolgáltató maga alatt több másik szolgáltatót csoportosítettől kezdve, tehát ez megváltozott, tehát itt nem párhuzamosan lesznek szolgáltatók, mint eddig voltak, hanem most az a szándéktörvényalkotói szándék, reméljük így hogy egy fej meg, hogy egy cég legyen. Ez az állampolgárokra nézve annyiból kedvezőbb feltételt jelent, hogy a tájékoztatás, a nemzeti mobilfizetés tájékoztatása alapján 50 forint lesz az a kényelmi díj, ami eddig 75 forint volt. Tehát ez azért egy különbség. Hát nyilván vannak olyan hangok is, hogy igen, de nem tudjuk, hogy a mobil szolgáltató erre rátesz-e még bármilyen más költséget. Rátehet? A nemzeti mobilfizetési ZRT-től úgy tudjuk, hogy nem, tehát... Hát a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT szerződést fog kötni mondjuk a 70, nem mondok ki cégneveket, 70-essel, 30-assal, 20-assal. És hogyha ők megállapodnak, akkor nem tehet rá többet. Ez a lényeg, ugye? Mi ezt a tájékoztatást kaptuk, hát reméljük, hogy így is lesz. És ha mégis, akkor mit lehet tenni? Úgy gondolom, hogy ez annyira nem a mi kompetenciánk, hogy ezt tudjuk befolyásolni. De gondolom azért, ha megteheti, akkor civilben alkotott vége. Hogy mivel nem ez volt a kormányzat szándéka, hanem hogy tényleg csak ennyi legyen a költség, amit az állampolgároknak meg kell fizetni, akkor ez így is lesz. Tehát végül is a fizetési zónák nem változnak. Van-e olyan szándék, hogy esetleg változtatjuk az árakat? Ugye négy, ahogy tetszett említeni, igen. Négy zónánk van a Terézvárosban, hogy esetleg változtatjuk az árakat. Na most ez fontos megjegyezni, hogy a Budapesten található zónáknak a tarifái, az a fővárosi közgyűlési rendelet függvénye. Tehát ezt nem a kerületek, hanem a fővárosi közgyűlés határozza meg. Egyébként egy ilyen matematikai képlettel, egy szorzattal gyakorlatilag a mindenkori BKV jegyárnak a valahanyad része. Tehát egy szorzat a tarifa, vagy többszöröse. Igen. Igen, van ahol többszörös. Egy egész valamennyi. Ötödik kerületben egészen valóban. Biztos. Hát ugye önálluk is a 440-es, azt hiszem, hogy ott csak az van. Tehát ennek a meghatározása az nem. Hát Terézvárosban igazából már minden területben van vonva a parkolási övezetek közé. Tehát itt további zónákat létrehozni már nem lehet, és ez mivel a mindenkori BKV jegyárnak a függvénye, az idei évben úgy gondolom, hogy nem lesz változás a tarifák tekintetében. Ezzel maradnak. Van egy szomszéd kerület, és akkor... Annak sem ejtem ki a nevét, hogy maradjunk ilyen nagyon diszkrétek.
Ott vannak például, én ott lakom, ott vannak olyan utcák, ahol nem kell fizetni. Terézvárosban vannak, vagy tervezünk ilyet? Nincsen, mint az előbb mondtam, minden utca be van vonva valamely fizetési zónába. És nem lehetne, ez csak egy ilyen, most már nem is szerkesztői kérdés, csak civil kérdés, hogy nem gondolkoznak abban? A szervizutaknál nem kellett az Andrássy mellett fizetni, hogy maradjanak olyan helyek, ahol véletlenül valaki eltéved, és akkor ne legyen baj. Na most azért az fontos megjegyezni, hogy a 6. kerületi utakról beszélgettünk, a fővárosi út. Tehát mert az Andrássy, tehát az Andrássy útnak a külső szakasza az továbbra is nem fizetős, és ugyanígy a Városligeti Fasor lövöldetértől kifelé található része, tehát, vagyis gyakorlatilag a Fasor az nem mind a fizetős. Két oldalon nem fizetős, a 6. mind kerületi oldalon is, és a 7. kerületi. Na most érdemes azért megnézni az ott parkoló autókat. Tehát, hogy van-e rajtuk egy jegy, vagy nincs? Nem, értem, hanem a parkolás, fizető parkolásnak mindig van egy forgalomszabályozó hatása. Egyébként abszolút, most ez így van. Abban az esetben, hogyha valahol nem fizetős a zóna, ott elég sok autót lehet látni, például az Andrássy út külső részén, ami láthatóan már levelekkel körülfújva a kerekei elég régóta ott parkol. Tehát ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen autótárolásra használják sokan ezeket az ingyenes területeket. Ezért lenne igazából, ha mondjuk belső Terézvárosban ingyenes lenne a parkolás, azért annak már elég katasztrofális következményei lennének a férőhelyek számára nézve. Volt olyan vélemény vagy ötlet, amikor a parkoló díjakat bevezették, hogy ez többek között azért is jó, mert parkolóhelyeket fognak létrehozni. Van ilyen vagy lehetőség? Nem is szándék az biztos van. Lehetőség van arra, hogy bővítsük a parkolóhelyek számát? Hát igazából nincsen, inkább azt tapasztaljuk, hogy ugye a minimális mértékben, de inkább csökkennek a parkolóhelyek, tehát ugye itt a főváros által kihelyezett bubi kerékpár tárolók, amit egyébként rendkívül jó ötletnek tartunk mi is, ahogy a kerületben is. Ezek csökkentik a parkolóhelyeket, majdani kerékpárutak kialakítása is tovább csökkenti a parkolóhelyeket. Igazából újat létrehozni már csak maximum parkolóházakban lehetne, de hát Terézváros nem rendelkezik saját tulajdonú telekkel, tehát ilyen módon én nem tudok arról, hogy jelenleg lenne olyan törekvés, hogy belvárosban hogyan lehet bicikliutat csinálni? Vezérigazgató úr. Mert ez nagyon érdekes, hogy akkor milyen fejlesztés kell. Mert ugye elég szűk. A 6. kerület nagyon. Tehát hogyan lehet kiépíteni majd bicikliutakat, amiről az autós is tudomást vesz? Gyakorlatilag csak a parkolási rend megváltoztatásával lehet. Tehát ugye ahol jelenleg halszálkás parkolás van, azt meg lehet változtatni párhuzamos parkolásra, ez nyilván férőhelyvesztéssel jár, hogyha ez mindkét oldalon megtörténik, és elég széles az út, akkor két irányú kerékpáros forgalmat már ki lehet alakítani. De konkrétan a kerékpár út, tehát ami egy felfestett, csak kerékpárral igénybe vehető út, azt már csak a parkolóhely teljes elvéte, parkolósáv elvételével lehet megvalósítani. És ez jó ötlet, vagy én nem is tudom, mert ott a másik oldal, hogy akkor mit csinálnak a lakosok, akik itt élnek, vagy más kerületben, teljesen mindegy, és szeretnének mondjuk a házuk környékén parkolni, akkor hova fogják vinni az autójukat? Hát nyilván ezek azok a velejárói egy ilyen fejlesztésnek, amiket mindig mérlegelni kell. Ugye ezek fővárosi beruházások, nyilván a kerületben is ennek vannak kihatásai. Hát ugye nekik egy kicsit messzebb kell majd sajnos leparkolni. De hát azt tudhatjuk, hogy hány autó jogosultan parkol, hiszen mindenki fizet teljesítményadót. Tehát ott van a rendszámom, ott van a nevem, a lakcímem az önkormányzatnál. Hát illetve a kiadott parkolási engedély, vagy várakozási hozzájárulás, vagy engedély. Akkor tudja egy önkormányzat, hogy mit ebben a kerületben van 15 ezer autó. Ha ebből elveszünk csak 2000-et, akkor abból botrány lesz. Hova fognak menni? Nem beszélünk ilyen nagy számokról. Tehát gyakorlatilag, amit a főváros tervez az idei évben megvalósítani,
az nagyságrendileg egy 70 férőhely az, elvesztését jelent, és ez is a külső zónában, ahol mondjuk igen. A kihasználtság sem annyi. Megbirkózzunk. Annyiban ezt még mutassuk meg, szeretnék visszatérni a parkolásos témára, hogy ilyen tájékoztatóval már találkozhattak az autósok, ugyanis ezeknek a kihelyezését megkezdtük. Ebben igazából minden olyan információ megtalálható, ami a parkolóautomatákon elhelyezett matricákon is, illetve ügyfélszolgálatunkon és ezt is lehet átvenni, meg holnapi napon kézben a parkoló ellenőreinknél is lesz ez a tájékoztató. Ez már nem csak a parkolásról, ez a többi mobil fizetésről is tájékoztatást nyújt. Azt mindenképpen szeretném kérni, hogy nagy figyelemmel járjanak el, amikor mobil parkolnak bárhol az országban a holnapi naptól kezdve. Itt figyeljék az automatákat, az azon lévő feliratokat, ha bizonytalanok, kérjenek segítséget az ellenőröktől. A mi ellenőreink holnapi napon nagyobb létszámban lesznek jelen. Hát kifejezetten azzal a célzattal, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsanak az autósoknak. Tehát akkor még egyszer, hogy összefoglaljuk, akinek van matricája, arra ez nem vonatkozik. Legalábbis mobil itt a parkolás. Kerületben, igen. Én még egyszer szeretném elmondani, hogy www.nemzetimobilfizetés.hu, bocsánat, fehér, és azt nehezen látom, és van egy információs telefonszám is, az a 061-989-0000. Maradt még 3 percünk. Jókai tér, mert nagyon szerettem volna megkérdezni öntől. Itt elindul egy fejlesztés. Mire számíthatunk? Így nagyon-nagyon zárójelbe, vagy röviden. A jelenleg, hogyha Jókai tér felé járnak, akkor azt tapasztalhatják, hogy ott a térnek a bekerítése folyik jelenleg. Tehát már egy hete nagyságrendileg a tér le van zárva a közforgalom elől. Az önkormányzat döntése nyomán így többszöri elhalasztással, de végül is egy végleges koncepcióval megtörténik annak a bekerítése. A megközelítése, a kapuk helye az nagyjából ott lesz, ahol a mostani fő közlekedési útvonalak találhatóak. Minimális rendbetételt, fejlesztést a KHT majd fog végezni ezt követően a parkban. Tehát amit egyébként az utóbbi években szépen rendbetettek és fenntartanak, azt még most erre a kihasználva, hogy átmenetileg le van zárva, mindenképpen fognak rajta egy kicsit fejleszteni. A kerítés az kinézetében hasonló lesz, mint a terésztemplom mellett található tavaly ez nagyon szép kerítés, tehát ez volt a koncepció, hogy azon a bár ez egy részen használjuk azt a kerítés formát, úgyhogy ez készül ott jelenleg. Hát itt most már az elemeknek a végleges elhelyezése zajlik, úgyhogy rövidesen. De itt elkészül. Volt az ideje, nem? Mert nagyon sok pénzt költött rá Terézváros önkormányzata a Jókai térre, és mindig az volt a vége, hogy megint rá kellett költeni, mert vandálkodás volt, meg szétszették, meg tönkre rúgdosták, meg ilyesmi. Tehát azt gondolom, hogy egy végső megoldás kell. Igen, igazából az a tapasztalat, hogy a Hunyadi téren is a teljes felújítás után megváltozott a térnek a használata. Nagyon szép. Tehát azóta is, bár ugye voltak ott is különböző növénylopások, de ezeket sikerült lefülelni a rendőrségnek, és azóta virágokat tapasztalunk. Virágokat, rózsákat lopták el, igen. Mert meglettek az elkövetők, úgy tudom, úgyhogy ez... Hát van egy jól működő térfigyelő rendszerünk. És hát van térfigyelő kamera is a Hunyadi téren. Tehát az a tapasztalat, hogyha be van kerítve egy terület, egy ilyen közpark, és azt rendszeres időközönként nyitják, zárják, őrzik, takarítják, egészen megváltozik a térnek a biztonsága és a használata. Vezérigazgató úr, így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt. Ezt még egyszer mutassuk meg, hát a segítség lesz. Megkérem, hogy ön mutassa meg a kamerának.